Erdély magyarságnak, Erdély magyarságnak, úgy, mint a felvidékinek, úgy, mint a kárpátaljainak, úgy, mint a déli végeken élőknek, úgy, mint a horvát részeken, úgy, mint a szlovén részeken, úgy, mint az őrségben élő magyarságnak, s az anyországban. Egyértelműen nem tudják soha belőlünk azt kiirtani, hogy mi magyarnak születtünk, mi meg székely magyarok vagyunk. Senki ellen nem dolgozunk, hiszen a Kárpát-hazát annyi más jó nemzet fiával együtt lakjuk meg, és itthon vagyunk. Ugyan ők is itthon érzik magukat, mi is itthon érezzük magunkat, erősítgetjük nap mint nap a magyarság tudatunkat, nemzet tudatunkat, hovatartozás és azonosság tudatunkat. És íme nem használnék egy idegen kifejezést, amit önök gyakrabban hallanak otthon, arra azt mondják, hogy az identitás, hogy a macska rúgná meg, hogy nem talál rá a nyelvehegyére egy szép magyar kifejezést erre a fogalomra. Na édesem, erről majd másfél óra múlva értekezett az anyanyelv és zenei anyanyelv és így tovább. Örvendek annak, hogy testvér kapcsolatot ápolnak Szentegyházával, és annak is örvendek, hogy mostanna gyerekeket hoznak el ide, hogy itt éppen a báb színészeik itt vannak, szórakoztatják Szentegyházán a gyerekeket, az biztos örvendenek a szép bábuknak és mindannak, amit ott előadnak a kis színpadján, ugye? És annak különösen örvendek, hogy rólunk nem feledkeztek meg. Tudják, hogy itt vagyunk, mi meg tudjuk, hogy merre felé van Nyíregyháza. Mert amikor olyan kedvünk van, olyan ténekedünk egyet a nyíregyházi kaszárnyával kapcsolatosan, pedig jó távol esik tőlünk, ugye? Hát így járunk át egymáshoz, lélekbe. A lélek hullámhosszan, és önök és mindannyiunknak meg kell fogalmaznunk együtt, hogy mi egy nemzettesthez tartozunk, egy a múltunk, történelmünk és hagyományaink, ha kell vérmérsékletünk, és eleinket se kérhetjük számon, hogy épp szép reggel arra ébredtek, hogy a határok nyugatabbra költöztek, minket meg itt felejtettek, de nem is megyünk sehova. Itt maradunk. Ezek a mi ősi szállásterületeink. Temetőinkben őseink csontjai itt porladnak, századokon át, ugye, az életrendje szerint születünk, élünk és szépen eltávozunk az élők sorából, de jön utánunk az újabb nemzedék, és ez így volt folytonosan, amióta világ.